És ez már a Sztereo itt a 93.4-en. Köszöntöm itt a stúdióban velem szembe Páncsi Károly, országgyűlési képviselőt, jó reggelt, és természetesen a Dabas televízió nézőit is. Köszöntöm, köszöntjük. én is nagy szeretettel a Rádió Dabas hallgatóit. Gyorsan elmondjuk, hogy miért is vágunk ennyire bele a, a közepébe, hiszen Szijjártó Péter miniszter úrhoz kell sietni, de ettől függetlenül nagyon tömör lényegre törő beszélgetést próbálok kihozni ebből a mai alkalomból. Elsősorban kezdjük a Magyar Falu programmal. Nyilván itt, aki kellően figyel minket és a híradásainkat, azt tudja, hogy érintettek vagyunk, jó hírek voltak itt a közelmúltban. Igen, a Magyar Falu programot tavaly indította el a kormány az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településeknek. Ebben a választókerületben nyolc ilyen település található, közvetlen Dabas közelében Kakucs és a már-már az 5000-es határt majdnem átlépő Inárcs, de a választókerületem távolabbi részében Apaj, Áporka, Szigetbecse, Lórév, Makád, ezek ezer fő környéki, sőt Lórév 300 fős település. Őnek ez a Magyar Falu program rendkívül nagy segítséget nyújt. Még egyszer mondom, tavaly indította el a kormány azzal a célral, hogy a népesség megtartó képességet erősítse ezeken a településeken, hogy a, a, a város és falu közötti különbség csökkenjen, hogy ezek a települések is fel tudjanak zárkózni, hogy fiatalokat tudjanak megtartani, és számtalan pályázati cél született ebből, nem kicsi összegről beszélünk ez évente 150 milliárd forint. Tehát hatalmas ö, ö, lehetőség ez a, a, a gyakorlatilag több ezernyi magyar ö, kistelepülésnek. Ebből a 150 milliárdból tavaly is és az idén is a fejle 75 milliárd forint kerül pályázati úton az önkormányzatokhoz. A másik 75 milliárdnak a megoszlása pedig úgy néz ki, hogy 50 milliárd megy a magyar közútnak, az alsórbrendű utaknak a felújítására, erre hadd hozzak csak egy példát, hiszen ez ma látható, aki, közele, aki közlekedik Ócsai és Bugyi között, a Bugyi-Ócsa összekötő útnak a teljes körű felújítása zajlik, de Apaj községen belül is megújult a, a, közúthálózat, és várjuk még az idei esztendőben a dömsöd apaj összekötő utat, de a következő évekre is már a Magyar Közút Pest megyei igazgatósága Ebből a pénzből egy kis házi az a apai összekötőt, Lórévrác keve összekötőt, beütemezte az Áporkai Bekötőutat. Tehát egy jelentős összeg megy ezekre a négy-öt a, a, a számjegyű alsóbrendű utakra, és 25 milliárd forint pedig a falusi csokra, hiszen a csökkenő létszámú településeken a falusi csok lehetőséget biztosít arra a fiataloknak, hogy ne csak új építésben gondolkozzanak vagy vásárlásban, hanem régi elhasználódott házakat meg lehet venni és azokat felújítani. Tehát maga az egész falu program arról szól, hogy a vidék népesség megtartó képessége, a falusi élet, az, hogy jó vidéken élni, ehhez járul hozzá ez a magyar falu program. Egyébként visszatérve a magyar falu program és a csok, ugye, hogy használt házakat is, lakásokat is lehet felújítani, ez a vidéki arculat megőrzése is, ugye nem az, hogy mindig csak új házak kinőnek a, a, a semmiből, hanem a régi arculatát azért kicsit meg tudja őrizni egy, egy kisebb település, hogyha felújításra kerülnek. Abszolút, és az annyira hasznos, hogy ott van egy esetleg sok év óta elhanyagolt üresen álló ház benne a falu közepén, akkor majd nem a falu szélén épül egy új ház, hanem ezt tudják felújítani. Valóban is a, a régi arculatát pláne, hogyha megőrzi ez az ingatlan, és egy, egy fiatal családnak otthont ad, akkor ezzel mindenki nyert túl azon, hogy az infrastruktúra közút fejlődik, ennek mindenki örül, de milyen fejlesztések valósulnak, valósultak meg, tud-e esetleg példákat mondani nekünk? Igen, hát a tavalyi esztendőben, hogyha lehet onnan egy-két példát, Ovoda udvarra nyert Apajkösség és Szigetbecse is 5-5 millió forintot, önkormányzati útfejlesztésre Szigetbecse 27 milliót, Orvosi rendelőre áporka és apaj a, a meglévő rendelőiknek a felújítására. Orvosi eszközbeszerzésre nyert például kakucs 2,6 millió forintot, művelődési ház felújítására apaj 19 millió forintot, és nagyon fontos volt például közterületi eszközökre lehetett pályázni. Kakucs például 11,5 millió forintot nyert, és egy, egy komoly traktort, egy mezőgazdasági gépet vettek, ami föl van szerelve télen hótolóval, nyáron fűkaszával, tehát a közterületeiket tudják rendezni ezek a, a települések, és nagyon fontos a közösségi tereknek az ügye. Részben önkormányzatok tudtak nyerni meglévő kultúrházaik felújítására, és nagyon fontos, egyházak. Ilyen volt például a tavalyi esztendőben, Szigetbecsén a római katolikus egyház nyert több mint 14 millió forintot, a makádi reformátusok pedig 6,7 millió forintot, közösségi tereik, gyülekezeti termeik, plébániáik felújítására. Azt gondolom, hogy vidéken ez is egy fontos, hogy ne csak állami önkormányzati közösségi tér legyen, hanem egyházi is. És akkor ejtsünk szót a 2020-as pályázatokról. Van már meglévő eredményünk. Ilyen volt például, orvosi eszközbeszerzés volt az idén is. Szigetbe csak 2,8 millióval, Inács 2,5 millióval, önkormányzati úttal a legkisebb falunk, Lórév 23 millió forint, járda anyagra lehetett pályázni, többek között apa nyert, 5 millió forintot, és az említett önkormányzati közösségi térnél szintén csak nem 30 millió forintot, és egyházi közösségi térre, itt Dabashoz közel a kakucsi katolikusok nyertek 16,6 millió forintot. Ezek a már elbírált pályázatok, de napokon belül be lehet nyújtani augusztus 4-től, augusztus 5-től szeptember 4-ig, szolgálti lakás felújítására, és itt minden kit érint ez, aki a, a közférában dolgozik, tehát ha, ha rendőr, orvos, ápoló, pedagógus. pedagógus, köztisztviselő, szolgálti lakás felújítására ezekből a településekből nyújthatnak be pályázatot, de lehet pályázni épület felújítására, faluházra, ami egyben önkormányzati hivatal is, iskolára és tornateremre, ugyanott van egy megkötés, hogy ott a tankerületnek kell benyújtania. És augusztus 11-től még újabb öt pályázat fog megnyílni, temetők felújítása, ez lehet egyházi és önkormányzati, nagyon fontos telkek közművesítése, amit, hogyha közművesít az önkormányzat, el tudja adni, vagy valamilyen célra tudja használni, elhagyott ingatlanoknak a megvásárlása, és óvodai tornaszobák és önkormányzati kerékpárú. Tehát ez az idei Magyar Falu program augusztus 5-től, illetve augusztus 11-től nyílnak ezek az újabb pályázati lehetőségek. Ezeknek a településeknek, amelyek még egyszer mondom, a választókerületemben is van, amelyik 300 fős, van, amelyik 1000-1200 fős, ezek az 5, 10, 20, 30 millió forintok hatalmas segítség, és, és látványos is ezeken a településeken. A magyar falu program mellett nem tudunk elmenni, már úgy értem, hogy a következőben a Pest megyei kompenzációs alapról mindenképp beszéljünk. Ugye változás történt itt a közép-magyarországi régióban, Budapest és Pest megye ketté vált, így bizonyosan jobban lehet finanszírozni a megyét. Igen, hát ez 2021-től az Európai Unió új költségvetési ciklusában várható. 2021-ig még sajnos ez a közép-magyarországi régió megvan. Ugyan a magyar kormány már három évvel ezelőtt Budapestet és Pest megyét ezt a régiót külön szedte, és innentől kezdve Pest megye önálló régió lesz, de ez még a brüsszeli új költségvetésben át kell futtatni, és akkor jogosultak leszünk mi is ez a kohéziós felzárkóztatási, fejlesztési pénzekre, aminek szűkében voltunk az elmúlt időszakban, sőt, ugye Budapest gazdaság miatt nem tudtuk ezt igénybe venni. Ezért született a magyar kormánynál három évvel ezelőtt egy döntés, hogy létrejött ez a Pest megyei kompenzáció, magyar pénzből, magyar forrásból 80 milliárd forintot kapott Pest megye, és az önkormányzatok is tudtak pályázni, illetve vállalkozások. Önkormányzati szférában megvalósult sok helyen belterületi útfejlesztés, Dabason is volt ilyen, csapadékvízelvezetés, talán Dabason most folyik ennek a, a kivitelezése bölcsödék épültek ebből a pénzből, orvosi rendelők újultak meg, illetve ennek a 80 milliárdnak a 60 át Pest megyében is vállalkozás fejlesztésre kellett költeni, és két nagy pályázaton vagyunk túl, egy telephely fejlesztésen és egy eszközbeszerzésen is, ami örömhír és jó ír, hogy még három nappal ezelőtt is euh, tudtunk ilyet átadni, és sor került ilyen megállapodásnak a megkötésére pontosan itt Dabason, a Metál 99 euh, Kft. pályázott sikerrel, és Varga Mihály pénzügyminiszter volt jelen Dabason a cégnél, és írták alá 173 millió forintos támogatást, amely mellé a cég ugyanennyit tesz, és ebből a, ebből a pénzből tudnak vásárolni nagyon-nagyon korszerű fémmegmunkáló gépeket, mint a cég nevében is benne van, ugye főleg fémeszközök gyártásával foglalkoznak, de a leghíresebbek és országos rangú és hírű a cég a közlekedési eszközök gyártásában, azon belül is egy speciális munkafázisban az önműködő ajtók, vonatokon, villamosokon, buszokon, az ajtóknak a nyitó-záró szerkezete, üvegezése, ez a fő profiljuk most. Ezek a beruházások nyilván azért is fontosak, mert munkahely teremtő és munkahely megőrző szerepük is van. Hát hogyne, ha csak ennél a cégnél tudunk maradni, mert ők ebben egy kiváló példa. Pár évvel ezelőtt Dabason ők az évvállalkozója díjat kapták, akkoriban 60 embert foglalkoztattak, ma pedig már 120 -a. Tehát ezek a cégek a legnagyobb értékei a városnak és a környéknek, akik magyarokat foglalkoztatnak, magyar tulajdonban vannak, azt is mondhatjuk, hogy családi vállalkozások, és fontos adófizetők és munkáltatók. Ebben a Pest megyei kompenzációs alapban van még egyébként pénz? Három éve indult, ennek idén vége. Még egy pályázati kör vár kiírásra, ez egy turisztikai fejlesztés, itt a környéken is meglévő panziók, kis szállodáknak a, a fejlesztésére szolgálhat. Ezt az utolsót várjuk. Még a többi már lezárult, a 80 milliárd gyakorlatilag elfogyott, de életet mentett. Tehát nagyon nagy szükségünk volt az elmúlt években erre a, erre a pénzügyi segítségre hiszen uniós források ide nem tudtak érkezni. Nagyon szépen köszönöm, Károly, ígértem, hogy 10 percben nagyjából beleférünk, nem sokkal lett több. Elengedem az útját. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. köszönöm, minden jót kívánok!